Köszöntöm Önöket, a Tisza egy televízió magyar nyelvű magazinműsorát látják Ungváról nézőpont című adásunk tartalmából röviden. Támogatás a kárpátaljai rászorulóknak idén is folytatja tavaly megkezdett segélyakcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat Petőfi Program magyar közösségszervező Kárpátalján. Két évtizede a zene vonzásában portré Schreiner Sándor klarinét és tárogató művészről. Ennyit előjáróban, ha tehetik, kérem, tartsanak velünk az elkövetkező 40 percben. Másfél millió forint összértékű segélyszállítmányt hozott Kárpátaljára a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A meleg takarókból, tartós élelmiszerből és immunerősítőkből álló adományt az ungvári járás lakói kapták. Kárpátalján továbbra sem csökken a rászorulók száma. A Magyar Református Szeretett Szolgálat ezért folytatja a tavaly elkezdett segélyprogramját, ami a kárpátaljai nehéz sorsú emberek megsegítésére irányul. Ráti hittanos gyerekek segítenek kipakolni a mikrobuszból a parókia épületébe a segélycsomagokat. A Magyar Református Szeretett Szolgálat adományát az egyház három település, Rát, Minaj és Nagygejőc rászorulói között fogja szétosztani. Az eddigi tapasztalataim szerint leginkább arra van szükség, hogy tartós élelmiszerekkel segítsük a családokat. Sok korábban egészen jó szituált család, jó helyzetben lévő család most visszacsúszott tulajdonképpen a társadalmi ranglétrán, egész egyszerűen azért, mert a pénznek az elértéktelenedése, a munkahelyeknek a veszélyeztetsége egyszerűen oda vezetett, hogy nagyon sok embernek a mindennapi megélhetése az kritikussá vált. Tehát mi korábban azt lehetett mondani, egy 7-8 évvel ezelőtt tudtunk egy 10-15 családot segíteni, ennyi volt a rászoruló tulajdonképpen gyülekezetenként. Mostanára eljutottunk oda, hogy például az ingyen konyhánkon 25 családot látunk el, és rajtuk kívül jellemzően, hogyha van rá lehetőségünk, van rá módunk, akkor 30-40, akár 50 családhoz is el kell jussunk száraz élelmiszerrel, ruhaadománnyal. Próbálunk néha a gyógykezelésben is segíteni. Az elmúlt héten is az egyik rászoruló, kedves idősebb néninek vittünk egy gyűjtésnek a végeredményét, egy pénzadományt. Nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy már a hétköznapi dolgok is nagyon nehézé váltak, tehát egy-egy rutin műtét, egy-egy komolyabb betegségnek a kikezelése, ebben próbálunk segíteni. Ezen kívül egy új gondolat volt pontosan azért, mert a mindennapos étkezés nagyon szegényé vált, nagyon sok minden kimarad, ami a tápanyagok terén szükséges, ezért ilyen immunerősítő programot próbáltunk most elindítani, vitaminkomplexumokkal, most a Szeretett Szolgálat jóvoltából béres cseppekkel ellátni családokat, hogy ilyen módon is próbáljuk őket egy picit egészségileg felerősíteni. Hát több mint 300-an vagyunk itt Ráton reformátusok. A gyülekezet meglehetősen aktív, meglehetősen dinamikus gyülekezet. Jellemzően 70-80 embert látunk vasárnaponként, van egy nagyon jó ifjúsági csapatunk, énekkarunk, éppen ma hittanórák is zajlanak, és azt gondolom, hogy kiváltképpen egy szép színfoltja Kárpátaljának ez a ráti közösség. Ugyanakkor érezzük azt is most az elmúlt egyesztendőben, másfél évben, hogy sokan a fiatalok közül, a gyülekezet reménységei közül nem itthon, hanem külföldön vállalnak munkát, és éppen ezért érezzük azt, hogy sok minden veszélyeztetve van jövünk felől, a terveink felől, emberi látásunk szerint. Ezért próbálom mindent megtenni az itthonmaradásért, a családoknak a túléléséért, azért, hogy ne kelljen innen elmenniük. A régió magyar falvaiban akadnak olyan családok is, akik havi 1000 hrivnyából élnek súlyos anyagi körülmények között. Ebben a háromszobás házban csak egy szobában van fűtés. Itt él Erika a két lányával, a testvérével és a nagymamával. Erika nem dolgozik, mert a beteg édesanyját ápolja. Testvére csak idénymunkából tartja el magát. A család összjövedelme, a nagymama nyugdíja 998 hrivnya. Ebből élnek öten. Abba fizetem a villanyt, abba veszem a fátérére. Nagyon kevés. Ezeket is iskoláztatni kell, egy gyermeket. Gyógyszereket kell levenni? Most vettem 60 grinnyel, nem haza, sem jó orvosan.
A ház is jókora tatarozásra szorul már. Több éve egy tűzeset miatt a falak teljesen kormosak lettek. A családnak nincs pénze felújításra, még a napi szükségleti cikkek előteremtése is gondot jelent. Az egyház segítsége nélkül a havi jövedelmük gyakorlatilag semmire nem elég. Ilyen az ország, mindenre felemelik az árát, lehetőség nincs, villany, gáz, megye minden. Pláne még az ilyenek, hogy gáza nincsen, de a fát is menni kell. És muszáj valamiben, muszáj élni. Hogy lehet ennyi pénzből menni, ne magyarázz el nekem, hogy mivel ráteoztam. Nehezen. Annyi, hogy a gyerekek, de már nagyobbak, már annyira, meg beletörőnek, hogy ha keves van, megéri kevesebb is. De ha a kicsik lennének, akkor többre tudom rájuk fordítani. Hát így is kell, mert hát iskoláznak, ilyenbe járnak, hittanra járnak, templomba, így is kell rájuk fordítani az egészet. Az öltöztetés, minden. Hát ez a... Ezért, hogy öltöztetni kell őket, mocskosan nem járhatnak, tisztán fürödni, öltözni, ez muszáj. És erre rámegy az egész pénz, rájuk megy. A Magyar Református Szeretetszolgálat ezúttal a Palágykomoróci Református Egyházközösségnek, illetve Gálocsba, Pallóba és Botfalvára is vitt segít. A magyarországi figyelem és a Református Szeretetszolgálat támogatása nagy szerepet játszik az emberek mindennapjaiban, mert önmagában az a tény is, hogy odafigyelnek tőlünk nagyon távol élő emberek, számunkra idegen emberek odafigyelnek ránk, és törődnek a mi életünkkel, a szívükben, és mint ma is látjuk, a szeretetükben és az életükben hordozzák a mi gondjainkat és problémáinkat. Úgy gondolom, hogy minden ember számára nagyon fontos, akár nagyvárosban, akár nagy községben él, vagy pedig kis gyülekezetben és a Kárpátalja legkisebb református egyházközségeiben. Lelki támaszt nyújt a testi adomány, hiszen az odafigyelésből, a szeretetből látjuk és érezzük azt, hogy mások törődnek velünk, mások gondolnak ránk, és jól esik az embernek tudni azt, hogy nincsen egyedül, jól esik az embernek tudni azt, hogy mások a szívükben, szeretetükben hordozzák őket, és a mi kis gyülekezeteinkben, kis falvainkban, amelyeket olykor ungvidéki apró falvaknak szoktak nevezni, az ung környéki apró falvaknak, hát a mi falvainkban, apró falvainkban és kis gyülekezeteinkben is az itt élőknek, fiatalabbaknak, idősebbeknek, családoknak, magányosoknak nagy segítség és nagy lelki támaszt is nyújt a szeretetszolgált adománya. Az elszegényedés soha nem látott méreteket kezd vagy akar ölteni. Az élet minden területén lehet ezt látni, a hétköznapokban mindennek az ára emelkedik, minden egyre drágább, és az élet egyre nehezebb. Az emberek megpróbálnak ott spórolni, ahol lehet, megpróbálnak ott húzni a nadrágszíjon, ahol lehet. Az úgymond nem létszükségleti kiadásokat próbálják csökkenteni, hát ez előbb-utóbb látszani fog az élet minden területén. A Magyar Református Szeretetszolgálat az elmúlt éven magyarországi emberek adományaiból több mint 100 millió forint értékű több tonnányi segélyt, élelmiszert, tisztálkodószereket és ruhaneműt hozott Kárpátaljára. Idén a szolgálat folytatja tevékenységét, és szeretne a régió legkisebb településére is eljutni, hogy támogassa a rászorulókat. Hát az elmúlt évünk az eléggé telített volt, nagyon sok mindenben tudtunk segíteni. Tulajdonképpen szinte hetenként itt voltunk és hoztuk a tartós élelmiszert, a gyógyászati felszereléseket, meleg ruhákat, takarókat. Igyekeztünk a fűtésben is, illetve a téli melegedésben, téli dolgokban is segíteni, gyógyszerekben, immunerősítőkben. Sokszor voltunk itt, bizony több száz tonnányi segélyt és segítséget tudtunk hozni. Viszont ez az év az ugyanúgy folytatódik, mert azt látjuk, hogy Kárpátalja egyre elesettebb. Én azt gondolom, hogy bizony nincs kilátás, hogy mikor lesz ez sokkal jobb. Ezért úgy gondolom, hogy egy tartós segítésre kell berendezkednünk. Ha a háborúnak vége lesz, akkor is itt a gazdasági helyzet miatt egyre inkább szorulnak perifériára. Úgy érzem, hogy, és látom is szinte mindenhol a családokon, hogy szép lassan felülik a tartalékaikat. Nekünk a célunk az, hogy megpróbáljunk úgy segíteni az itteni családokon, a református egyházkerület segítségével és hátterével, hogy itt maradjanak a családok, minél kevesebben menjenek el, vándoroljak el. Itt kell ezért mindenféle segítséget valami módon elhozni, eljuttatni, és különféle programokkal itt szerepelni és itt segíteni az ittenieknek.
A másik nagy célpontja egyébként a tavalyi évben és idei évben is a szeretett szolgálatnak az, hogy az iskolásokat segítsük. Tehát ösztöndíjprogrammal majdnem 100 diákot tudunk segíteni egy éven keresztül. Ez különleges feladata a szeretett szolgálatunknak, hiszen azt látjuk, hogy rengeteg tehetséges diák csak akkor tud iskolába járni, vagy nagyon sokan vannak, akiknek egyszerűen szükségük van arra, hogy havi rendszeres támogatást kapjanak. A rehabilitációs központokat is, a óvodákat is igyekszünk segíteni, intézményeket is. Tehát tulajdonképpen az óriási háttér az, hogy az itteni emberek segítségére, az itteniek útmutatására szorulva jövünk, és az egész Kárpát-medencét látogatjuk. Ezen a héten most itt vagyunk Ung megyében, jövő hét vége felé felmegyünk egészen Técsőre, Técsőtől Rahóra, Aknaszlatinára, megkeressük a legtávolabbi, legkisebb falukat, és igyekszünk segíteni mindenben, amire csak szükség van. A Magyar Református Szeretett Szolgálat segélyprogramja egész Kárpátalja területére kiterjed. Idén a szolgálat olyan kis településekre is szeretne eljutni, ahová idáig nem vittek segélyszállítmányt. Ukrajnában, a keleti régióban lassan 2 éve zajló háború súlyos gazdasági válságot okozott, ami a lakosság elszegényedését okozta. Az infláció, az áremelkedések, az alacsony bérek miatt sokan napi megélhetési gondokkal küzdenek. A magyar segélyszervezetek, a rászorulók, nehéz sorsú emberek napi gondjain folyamatos segítségnyújtással próbálnak enyhíteni. Sümegi Nóra a Petőfi Sándor program keretében Kárpátaljára kihelyezett ösztöndíjas Szolyván, Beregrákoson és Munkácson teljesít szolgálatot. Sümegi Nóra volt az egyik ötletgazdája az első ízben megrendezett beregrákosi szüreti mulatságnak. Munkájának eredményeként Beregrákoson és Munkácson új lendületet kapott a gyermekeknek szóló néptáncoktatás. Pár hónapos szolgálata eredményeként alakult meg a Borostyán és a Vadrózsák néptánccsoport. Mindhárom telephelyen munkájáról elismeréssel nyilatkoznak. A miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága által meghirdetett Kárpát-medencei szorványmagyarságot segítő program célja az értékőrzés, közösségépítő programok szervezése, valamint a magyar-magyar kapcsolatok erősítése. Néptánc, népdal, gyermekjátékok, mondókák. A repertoár színes, fülbemászó és tetszik a gyerekeknek. Mindezeket Sümegi Nóra, a Petőfi program ösztöndíjasa tanítja a kárpátaljai szórványban élő gyerekeknek. Mindhárom telephelyén, Munkácson, Beregrákoson és Szolyván munkájáról elismeréssel nyilatkoznak. Amikor Nóra néni itt van, foglalkozása, amikor énekelnek vagy játszanak közösen, akkor örülnek, mosolyognak. Az a lényeg, hogy a gyerekeknek tetszedjen, szeressék, és akkor az olyan foglalkozás az igazi. Úgy látjuk, hogy régi hiányosságot pótol az, hogy például összefogta a népdal és néptánckörre a fiatalokat, és úgy látjuk, hogy Nóra lelkesen vesz részt a közösségi programokban is. Sümegi Nóra volt az egyik ötletgazdája az első ízben megrendezett beregrákosi szüreti mulatságnak. Az egész napos rendezvény színes programot kínált a résztvevőknek. Szüreti felvonulás, közös népdaltanulás, kézműves foglalkozások és az elmaradhatatlan táncház. Ez az első alkalom, amikor mindenki így összejött, ez a lelkészünknek, Pál László tiszteletes úrnak és a Petőfi program keretein belül itt levő ösztöndíjasunknak, Sümegi Nórának volt az ötlete, és hát köszönet érte, hogy ilyen szépen megszólították az embereket, és ennyi sokan el tudtak jönni az első alkalomra. Nóra munkájának eredményeként Beregrákoson és Munkácson új lendületet kapott a gyermekeknek szóló néptáncoktatás. Pár hónapos szolgálata eredményeként alakult meg a Borostyán és a Vadrózsák néptánccsoport. Nagyon kreatív, és nagyon szeretjük őt. Most jött közénk nemrég, és nagyon, nagyon nyitott felénk, és tényleg mindent megtesz azért, hogy tudjunk tanulni, és ezt tudjuk továbbvinni. Nóra nagyon kedves, nagyon jó vele táncot tanulni. Az eddigi tánctanáraim nem voltak a legjobbak, ez Nóra eddig a legjobb tánctanárom. A Borostyán néptánccsoport első komoly fellépése az 5. Hadik András jótékonysági bálon volt Budapesten.
Az együttes Sümegi Nóra somogyi táncok koreográfiáját adta elő. A Szolyvai Magyar Anyanyelvű Elemi Iskola tanulói közül sokan nem magyar anyanyelvűek. Ez valamennyire megnehezíti a Nóra munkáját. Nagyon nagy segítséget kapok az osztályfőnöktől, András bácsitól, aki fordít mindent, a magyar dalokat is, de szerintem hallatszott a gyerekeken, hogy az ilyen ritmusos versikék, azok megragadnak bennük, és ha más nem is, talán ez segít, hogy a magyar nyelvet megszeressék, hogy a magyar kultúrához kötődjenek, és ezáltal egy kicsit az identitásuk részévé is váljon. Egyrésztből a gyerekek szókincsét is bővíti az énekek tanulása, aztán jobban fejlődik a gyerekek, tehát kiejtése. Sümegi Nóra ösztöndíjas szolgálatának ideje közel a felénél jár. Ennek ellenére igyekszik a segítségével létrehozott tánccsoportok jövőjét megalapozni. Pályázat útján sikerült anyagi fedezetet biztosítania fellépési ruhák elkészítésére a Vadrózsák és Borostán néptánccsoportnak. A támogatást a Ferences Misszió a Magyar Kultúráért Kárpátalján pénzalap biztosította. Nem csak azért vagyok meghatva, mert ezt sikerült megnyernem, hanem mert már gondolok arra, hogy egyszer innen el kell mennem, és nehéz lesz. Nehéz lesz. A kárpátaljai Munkácsi, Beregrákosi és Szolyvai fogyatkozóban lévő magyar közösség számára a Petőfi program keretén belül kihelyezett ösztöndíjasnak sikerült elindítania a közösségformáló és erősítő folyamatot. Ez a program fontosságát és eredményességét bizonyítja. A szorványban élő magyar közösségek megsegítése a jövőben a kárpátaljai magyar közösség megerősödését eredményezi. A Petőfi Sándor program keretében Kárpátaljára 4 ösztöndíjast helyeztek ki, akik főként a felső-tiszavidéki magyar szorvány közösségek felzárkóztatását szolgáló tevékenységet folytatnak. Stúdiónk mai vendége Sümegi Nóra, aki a múlt év szeptembere óta szolgál Kárpátalján, ha jól tudom. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Akkor kezdjük azzal, hogy mondja, milyen településeken teljesít szolgálatot, milyen közösségépítő programokat sikerült beindítani, hogyan néz ki egy munkahete? Munkácson, Beregrákoson és Szolyván dolgozom elsősorban. Munkácson kedden és csütörtökön, Szolyván pénteken, Beregrákoson, a legkisebb településen pedig hétfőn és szerdánként, ilyen egy hetem. És milyen programokkal tud eddig büszkélkedni, amik jól működnek? Hát nyilván elsődleges az, hogy minden héten rendszeresen, heti rendszerességű táncpróbákat tartunk, de hát a hétvégeken besegítettem már, konfirmandus hétvégéken csináltunk már, októberben születi mulatságot. Általában havi egyszer tartunk tematikus játszóházakat, például Beregrákoson, az nagyon megmozgatja a gyerekeket. Ilyenkor tudunk táncházat is csinálni, szervezni, éneket tanítunk mindig a gyerekeknek, és vegyes játékokkal, kézműves foglalkozásokkal dobjuk fel a hétvégéjüket. El lehet mondani, hogy új lendületet kapott a néptánc, a gyermek néptánc csoportoknak a fellépései, szervezései. Ez már önmagában is elismerésre méltó teljesítmény, de azt is tudjuk, hogy ezek a csoportok bizony már megmutatták magukat a színpadon is. Hát volt, kisebb rendezvényen például a Beregrákosi Vadrózsák már bemutatkoztak, és a kisebbek is, a Rózsaszín csoport, akik az első-második osztályosok, és a harmadik-negyedikesek is be tudták már mutatni a tudásukat kisebb összejövetelen az iskolában. A Munkácsi Borostyánok pedig Magyarországon a Hadik András jótékonysági bálon mutatták be az egyik, hát az első koreográfiát, a somogyi koreográfiát, amit Simoncsics Pállal közösen készítettünk. Egy ilyen szép fellépéshez nyilván szép fellépő ruhák is szükségeltetnek, ezzel elég komoly gond szokott lenni, nem csak itt Kárpátalján, de máshogy is, hiszen nagyon komoly anyagi eszközökre van ehhez szükség. Hogyan sikerült előteremteni a megfelelő forrásokat? Először is kaptam egy felajánlást Szegedről, Nagy Veronika táncostól, idősebb táncostól, aki azt mondta, hogy ha megalakulnak a csoportok, akkor vállalja,
hogy ő méretre készít ruhákat. Ugye ez volt az elsődleges felajánlás, én kijöttem, kialakultak a csoportok, és gőzerővel, amikor megtudtuk, hogy lesz ez a fellépés, akkor a somogyi ruháknak egy részét, a csoportnak a kamara csoportja, tehát a fél csapat kapott ruhát. Emellett pedig a Ferences Misszió Alapítványnál sikerült nyerni mindkét csoportnak 60-60 ezer forint pályázati támogatást. Nagyjából túl van már valamivel a szolgálati ideje felén. Hogyan tetszik eddig Kárpátalja? Mit tud azoknak mondani, akik még nem jártak itt? Miért érdemes felkeresni ezt a vidéket? Nekem nagyon tetszik, ugye először járok itt Kárpátalján, ebben a régióban nem voltam még egyáltalán, és hát ugye sokan sokfélét mondtak, mielőtt kijöttem. És végül is úgy döntöttem, hogy nem fogok senkit meghallgatni, kijövök, megtapasztalom, és csak pozitív. Tehát például az egyik, hát most már mondhatom, hogy barátnőm vagy pótanyukámnak soha nem fogom elfelejteni, amikor az első estémet itt töltöttem egyedül, nem ismertem senkit, és ő bekopogtatott egy tányér palacsintával, mert úgy aggódott, hogy hát szegény kislány, majd biztos nincs mit ennie, és hozott. És szerintem ez egy akkora pozitív löket volt rögtön az elején, hogy nem volt mitől félnem. A környék meg szerintem magáért beszél, én nekem még biztosan, tehát tartozom magamnak annyival, hogy meglátogassam a Vereckei hágót, Ungváron is ideje lenne már jobban szétnéznem, de például Munkácson is nagyon szeretek, szép a belváros. Ez mindenképpen érdemes felkeresni. Mi volt valami helyi jellegzetesség, ami úgy meglepődött, meghökkent, vagy szokatlan volt önnek? Máshogy nem tapasztalt ilyesmit? Hát szokatlan. Nem volt annyira szokatlan. Én szeretem az apró ilyen kis kulturális dolgokat, kulturális érdekességeket, kezdve a gasztronómiával. Én a borsot is nagyon szeretem, a pelmenyit is megkóstoltam, úgyhogy nagyon még a lapcsinkát is ettem, ami nálunk otthon tócsni. Szóval nem volt ezzel se problémám, és nagyon-nagyon szeretek, például kifejezetten szeretek marsutkázni. Minden hátrány ellenére. Nekem az egy élmény. Köszönöm szépen a beszélgetést, és további sikeres munkát kívánok. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, most következő Debrecennek van egy vize című természetfilmünk első részét a hétfői Látóhatár című műsorunkban sugároztuk. Most a második részt ajánlom figyelmükbe. A film alkotói megpróbálnak kiszakítani minket a nagyvárosi élet ritmusából. Sáfrány József rendező operatőr ezúttal az első magyar nemzeti parkba, a Hortobágyra kalauzolja el a nézőket. A kamera új szemet, másfajta látást kölcsönöz nekünk, lehajol a földre, bekukkant a mocsarak világába, az ott lakó apró élőlények rejtett életébe. Debrecennek van egy vize, kinek Hortobágyon neve. Arra van egy fényrakra, kilenc ugran állíva. Minden pásztorok királya a hortobágyi Csikós. Alig ha lehetne a Hortobágyot méneseknek nyargaló futása nélkül elképzelni. A napóleoni háborúk idején használt katonalovakból nemesítették ki a Nónius fajtát. Ennek törzsállománya teszi híressé a lótenyésztést. Sokan, szakemberek is kifogásolják, hogyan lehet gazdasági tevékenységet folytatni egy nemzeti parkban. Tudomásul kell venni, hogy a Hortobágy a legeltetéstől Hortobágy. A legelő jószág rágása és taposása alakítja a gyepet olyanná, hogy otthonul szolgálhat védett növények és állatok részére.
A szikes legjellegzetesebb gyepalkotója a veres nadrág csenkesz, a mezei cickafark, a tejoltó galaj, a réti peremízs, a sziki kerep, a kis ezerjófű, a jakabnapi aggófű és az ördögszekérré alakuló mezei iringó a jobb minőségű szikeseket lakja. A szárazabb talajon él a sziki üröm, valamint a ritka és fokozottan védett erdélyi útifű. A sóvirág nyár végén, ősz elején ad különleges színt a pusztának. És ilyenkor nyílik a mezei fátyolvirág is. Langyos őszi esők után terem a sziki csiperke. A magas szárú réti őszi rózsa örvendetesen terjed. Jól teszi, hiszen nagyon szép virág. A túzok is jól érzi magát benne. A havasi lilék érkezése mutatja augusztus végén az őszi madárvonulás kezdetét. A rövid füves gyep ad nekik pihenőhelyet. A darvak érkezése már az ősz előre haladtát jelzi. Ők is a rövid szüves szikes pusztán pihennek. Éjszakára behúznak a halastavak védelmébe. Reggel a szántóföldeken talózgatnak. A daru valaha költött Magyarországon. A középkorban a végváriak őrmadárként tartották, akárcsak a rómaiak a ludakat. A nagy belátható és zavartalan vizes élőhelyek eltűnése következtében ma már csak vonuláskor pihen meg a hortobágyon. Az utóbbi években 10 000-es csapatokat számoltak meg. Felfigyeltek rá, hogy enyhébb esztendőkben át is telelik. Talán egyszer még fészket is rak. Thank you.
A nyári nap perzselése nyomán felfehérlik a vakszik. Annyira azonban nem vak, hogy növény ne teremne rajta. Megél ott a bárányparé, a sóballa, a sziki pozdor, a szárnyas magvú budavirág. A szikes puszta őszi színei között talán legszebbek a sziksófű vörös telepei. A szongáriai cselőpó kedveli ezt a félsivatagi környezetet. Az alacsony szárú sziki őszi rózsa eléggé elterjedt növény a kopársziknek. A kopársziken fészkel a sziki pacsirta, amely tulajdonképpen az egyetlen igazi magyar madár csak a Hortobágyon él. Nincs 100 példány sem belőle. A Nemzeti Park vigyáz rá, mint a szeme fényére. Költéskor még szakember sem jár a fészkelő helyre. Szomszédja a szépséges partedlis széki csél, nagy rovarpusztító. A rejtett életű ugartyúk szintén szigorú védelem alatt áll. Nyár végére kiszárad a tóból mind a sár, mind a víz, mondja a népdal. A repedezett talajú fenekeken azért felnő egy-két sótűrő növényfaj. Ilyen a bajuszpázsit és a bajuszfű. A henye kunkor és az illatos csombormenta. A múlt század közepén kezdődött ármentesítések következtében kiszáradtak a pusztákat valaha keresztül kasul hálózó vízfolyások. A néhai mederágak feltöltődtek. Ezek helyét a feljött fehér füzek mutatják. Alattuk terem a szépséges vesszős füzény. Eltűnt Karcak határából a Zádorér is, amelyet a Hortobágyihoz hasonló kűhíd ívelt át. Magyar jelkép ez is. Nagyszerű műszaki teljesítmény, művészi szépségű építmény és semmi értelme. Átíveli a semmit. A Tiszától elzárt pusztát a vízmentesítés után igyekeztek vízzel ellátni. Óriási költséggel, csatornahálózattal visszahozták a Tiszát. Virágzó mezőgazdaságot létrehozni, úgymond. Az 50-es években próbálkoztak itt gumipittypang, gyapot és rizs termesztésével is. A Hortobágy persze nem hagyta magát. Az akkoriban felforgatott gyepek mostanában kezdenek regenerálódni. A rizsföldekre már csak a tömérdek munkával létrehozott árok és gátrendszer nem hegedő sebei emlékeztetnek. A szik visszafoglalta helyét a pusztában. A századfordulótól történtek kísérletek, hogy a legszíkesebb, legterméketlenebb részeken halastavakat létesítsenek. Orosz hadifoglyok építették a gátakat, az első világháború idején. A tavak létesítése jót tett a Hortobágynak. Visszaállította a puszta hajdani vízjárta képét. Olyan madártömegeknek nyújtva menedék és táplálkozó helyet, amelyek a kiszáradás időszakában nem éltek itt.
A vízimadarak kártétele összeütközéshez vezetett a gazdálkodás és a természetvédelem között. Hosszú, áldatlan viszálykodás után a Nemzeti Park megvette a halastavak nagy részét. Ettől kezdve halgazdálkodás csak a természetvédelem hátterében történhet. A Hortobágy nyugati peremén a korábbi Tisza ártér magasabb szintjén szikes pusztai tölgyesek maradtak fenn. Ezek a reliktum erdők is a Nemzeti Park óvott területei. Ilyen az Ohati és a Margitai erdő. Ez utóbbi aránylag éppen és zavartalanul megmaradt eredeti állapotában. Növény és rovalvilága rendkívül gazdag, ritka madaraknak ad otthont. Jókora tisztások tagolják mindkét erdőt. Ezek egyik ritka védett növénye a sziki kocsord. Az Ohati erdőt korábban nevezték a kékvércsék erdejének is. Ma már kékvércse csak a pusztákon telepített szárnyék erdőkben fészkel, főleg akácokon. Ohatról való eltűnésének oka a varjak számának csökkenése, hiszen a megüresedett varjúfészek ad otthont tojásainak. Sajnos a varjak száma az egész Hortobágyon csökken. A Nemzeti Park madárkórházából szabadon engedett parlagi sasok a puszta északi részén telepedtek meg. Érdekes folyó a Hortobágy, se forrása, se torkolata, csatorna az eleje, csatorna végé. Ilyen nemzeti parkunk is. A kor modern agrárvilága kerít be egy majd 100 000 hektáros, többé-kevésbé ősi természetvédelmi területet, az első magyar nemzeti parkot. Kedves nézőink, Önök a Tisza Televízió magyar nyelvű magazin műsorát látták Ungváról, valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, nézzék a Tisza Televíziót minden nap, viszontlátásra! Kedves nézőink! A Tisza 1 Televízió 2016. március 1-től az Ámosz 2 műholdon folytatja a sugárzást. Kérjük, hogy a vételhez használt készülékeket a képernyőn látható adatok szerint állítsák be.